Vettünk volna még egy szekrény sort is ma. Ma visszajövünk. A ruhának. Most azt a rengeteg ruhát elhozom. De gondolom, nem sokkal leszel itt, ugye? Hogy nem sokáig leszek itt? Ha nem sokkal fogsz itt lakni, nem? Hol, akkor hol lakjak? Én mondtam, hogy nem megyek haza. Májtolom én, mert idegeim. Gyere onnan, ha szemüveget tettem. Mondtam, hogy vegyünk egy szép szekrény sort. Jó van ez, győző. Jó van ez. Ez a csúnya kanapét választottuk. Én mondtam nekem, ez nem tetszik, de te nagyon nagy semmi stylist vagy. A stylist nem volt izének, Versace-nak, mint neked. Nem ismerek rá a győző testvéremmel, hogy elhurcol engem itt a boltba, válaszak vele kanapét, egy kis heverőt, hogy a gázsi, mikor megérkezik a rakli, hogy ezen fognak majd hempregni. Nem nagyon tetszett nekem ez. Hát itt mi mozogni fog. De hogy fog mozogni, more? Húzzat. Na. Jerősen. No, hát ott kell beakasztani. Nem lesz jó. De hogy nem, itt fog meg, more? Nem lesz jó, akkor zavast csináljuk. Jaj, mennyi magadnak kívánni. Gesztet kiszedjük. Hát én megcsinálom. Vigyázzon, na, nem úgy kell. Le lehet, láttam azt, le lehet dönteni az ülés. Hogy döntöd le az ülés? Azt rengeteg cukot hova rakjuk? Így, mert te jössz taxival. Azt hova rakjuk? Várja, te jössz taxival. Hány órára érkezik Lavaly Bea? Lavaly Bea ott van, takarít. Takarít ma? Igen. Mert lesz neki munka ezeket áttakarítani. Mit kell ezen áttakarítani? A vázonatúl, itt kell áttakarítani. Gyere, vegyük le! Hát azt hova rakod? Vegyük le, győző. Ej, pena. Majd a másikot szereljük a tetejére. Most ezt hova rakod? Na, emel fel, egy-kettő, ne húzzad, emeljed, emeljed! Erre gyerej, az én oldalamra gyerej! Szerinted tetszeni fog a raklinak ez a ülőgárdi? Testvér, mikor én leszek a pápának a asszisztense, ezen a pápa nem fog ülni. De ne bontsuk ma ki. Nem bírod másképp elni. De ne bontsuk ki. Jaj, ti szeretek lesz, jaj, de csak ti szeretek lesz. Levaj be. Jaj, ne, hát more, hogy itt hívva, hát felszedi a baktériumokot. Hát more, ez új kanapé. Hát ezt nem szoktak a fődő húzni, hogy pattanjon ki a szemem. Én a kivel jöttem vásárolni. Hát ez Zsolt, ez... Itt van ez. Jaj, hát ezt nem szoktak. Na győző, megfogod? Hát ez Zsolt, ezt is szeretek. De akkor most a taxi figyelted? Na, most ezt hova tesz? Fektes meg. Hát de more. Buktas hát, meg, úgy. Hát de hogy buktas? Jó, tiszta retek le. Hát tiszta pecsét le. Buktas meg, ez az. Úgy. Várja! Jaj, tiszta retek lett, nézd ma ehhe! Azt, hogy a matracot szétbontott a parkoló közepén és lerakta a retkes földre, amin a rengeteg baktérium van, utána még én úgy feküdjek rajta, azért álljunk már még a menet oda is, meg vissza is. Ha mit képzelő maga arról, ha nem a tanyán vagyunk. Na gyerünk! Jó, ülj be! Nem hiszem el. Be van zárva az a... Hát Zsolti, nem tudok beülni. Miért nem tudsz beülni? Hát nem tudok beülni, hát lezártuk az ajtó. Ehe, én sem. Hát ki zárta be? Az ajtó. Hát de basszus, de lezartuk. Győző. Hát lezártuk az ajtó. Le, a francot lespaniferesztük. De várja, ma akkor spanifer, ne most, ma akkor be kell mászni. Ha ma ne szedjük mászni, spanifer. Be kell mászni, hát én hát bemászok, hát te be tudsz mászni? Hát tudnak bemászni. Na, már ellátlak én, nézd meg egy. Ehe. Mint a versenyautóval menni? Az igen. Hé, hey, mondom, bútorka! Te befélsz? Ah! Itt van egy. No, a pena! Hey. No. Hogy ma mi bútort veszünk, hogy ma egy szingli lettem. Jó, van ez a semmi. Van tiszta víz az ülék! Mondtam, hogy valami csepeg. Hát én mondtam neked, hogy valami csepp. Nem egyszerű volt, hé, beszállni ide. Nem. Ja, azért, te jó bírtad? Itt tudod, mit kéne venni, edényeket kéne még vennem. Fazekakot is kéne. Meg izé ruhás dolgokat kéne vennem. Jó, van, meddig akarsz beköltözni, igen? Meddig Zsolti, akarsz végleg. Itt kell elkanyarodnunk majd arra. Végleg itt akarsz lakni? Igen, itt. Aha. Nagyon kényelmes volt így utazni, mert hogy gerinc sírven van a 4-5-ös csigolyam, ki van koffa. Hát ez jót tett a 4-5-ös csigolyam. Szegénybe a rész, mit tudna? Mit tudna egy szegénybe? Miért is? Már igazán van neki. Jó, a gyerekek lezsibbadok, mire hazaérünk. Jársz még futni? Uh-huh. Na, jó. És mi van? A mama, te ad ki lengedni, mama. Csókolom! Na, hogy szállunk ki? Na, úgy szállunk ki, kérlek szépen, ahogy beszálltunk. Na, gyere! Ez nem lesz egyszerű. Oda a kerítésre? Ja, ja, oda. Várja. Várja. Ugye az a derekás lenne? Várja. Azt mondta, derekás vagy. Arra ma nyomlak? Várja! Úgy.
Az az. Úgy, úgy. Jó van, jó van. Várjál! Visszadőltem! Várja! Hogy elállok. No, hogy? Most szállj ki. Na várja! Tudom neked, hogy kell kiszállni. Húha, ez nem egyszerű. A segítség ma! Hát nem ment. Nem bírtam a 100 kilómmal kimászni. Könnyebb volt bejönni, mint kijönni. Gyere, fogjátok ezt. Jó, várja. 1, 2, 3. Így, húzzál ki! Mit reggel is tém van? Gyakran egy pumpot. Még nem tudsz kijönni. Jaj! Milyen jó derekám, mindig. Segítség, szartja derekám! Várja, te majd akkor kispany, maradja a út! Segítség! Várja! A kis izélem. Várja! Ő azt mondja, hogy fitness bajnok lesz, azonnal ki kellett volna magát húzni, izomból. Várja! Nem jössz napozni fel? Dehogy nem napozok! Várja! Jaj! Na, Jézus, szemkuti szűz, Márjam! Jaj, de leizzadtam, gyerekek, azt a... Várja, győzünk! Gacsinak milyen jó be van szarítva a helye, bicsak. Csókolom! Jaj, de csinos a helye. Na, akkor most már tudunk menni? Hája, de normális, ha ne jöjj a derekam. Na, igaz, én egyből kijöttem. Megjöttünk ma. Menjél, nyisd ki az ajtókot végig. Hoztuk a ülőgarnitúrákat, meg tegyél fel egy kávét. Milyen ülőgarnitúra? Na. Várjam ma. Várj, ezt kakasztjuk a nyakunkba, győzője. Minek akasztod a nyakadba? Dicsi, amik a bútorhordozók így. Te is akasztod a nyakadba? Nem akarsz. De ne jó lesz, nem kell, nem lesz annyi teher. Nem lesz annyi teher rajtunk. Így is nagy teher van rajtunk. Van rajtunk olyan teher, hogy a szívünk legyen, no. Ne le azt akasz besztetni. Ne én rajtam legyen a teher. Engedd be a fejedet. No. Engedd be. Úgy. Még én is. Na most egyszerre kell a terhet vinni. Na, hogy így, hogy? Mondtam neki magyarul, oroszul, franciául, hogy more, fogadjunk fuvarost, fogadjunk szakembert, majd ez háztól házik hozzá. Nem? Majd mi megoldjuk. Hát akkor oldjuk meg. Jó napot! Köszönjük szépen! Nem, majd megoldjuk. Jó, köszönjük, köszönjük! Harja. Na, nyisd ki, lukd a lábad, ez az. Jaj, more, hát a kezemet leviszed! Ki tudja, így eszed legyen ma. Mare, fúrni is kell. Fúrja ma, ne. Majd meg szakadok-e. Fúrógép kell. Majd össze, oda kell húzni oldalra. Ha mit, mare, itt van-e fúrni kell, itt van a rajz róla. A csavarhúzó hol van? A csavarhúzó hol van? Milyen csavarhúzó? Hát itt van-e. Amivel szereted az arat. Hát itt van-e, ezt kell, ezek a csavarok kellnek, tedd le. Hát de mivel húzzuk meg? Tedd oldalra, majd lezuhányzok, oldal megcsinálom. Én nem szeretek se barkácsolni, se tenni, se venni. Én egy művész lélek vagyok, és ezt mindenkinek el kell tudni viselni, és meg kell tudni jegyezni, hogy Győző nem barkácsoló. Ő művész. Ez a csavar ide megy, nézd meg, ha meg van ez, ki van ezt elalva győző? Fulgagyi. Fulgagyi, mégis megjöttek. Na, a belső örül neki. Kibékültök, ezen megcsinálod Viktorkat. Jó, jó. Nem mindig ezt mondod, kisfiú kell neked. Jó van, Zsolti, fejezd. Már meglátod, ez az hozza meg nektek az étét. Lehet, hogy pont ezen a csúnya hagyjon-e. Jaj, be a fejezd. Nézd meg, milyen erős. Akkor engemet is kibír. Ijjó. Jaj, Zsolti! Azt a kutya mindenét. Jaj! Zsolti! Még összetöri maga. Nagyon sajnáltam őt, mert egy jó lelkű gyerekcsoró, meg egyre jobban azt akarja, hogy mind a két oldalon megfeleljen Beana is, és nálam is, és még képes a lelkét, a szívét adni azért, hogy nekem a hagyam legyen. Hennap, van olyan átok ezen a házonét, van olyan átok rá. Na, de neked itt jó-e? Ebben leadkozott házban, jó neked? Győző? Na mindegy, de addig nem megy haza, mint bennem szerelem. Miért nem jössz haza, oda, ott lakja? Várja, nem ütötted meg magad? Nem, nézsék meg a hangotam ott. Jó, tiszta piros. Jó, tiszta piros. Szólják a körzeti megbízottnak, hogy a bejjön. Ne szóljam a senki neki. Csóró. Ha Zsolti. Ilyen nagyat kellett vennie, mind összetöri magad a gyerek. Na. Majdnem feloldozom a derekamot, te. Hogy te neked ágyat vettél, gyere ma a háza. More, more, te alszol, mi meg itt szerelünk, a gyerek már nem kitöri a nyaka. A gyerekek otthon, mi nem jössz ide arra hazafele jár.
agyat veszel, meg te edényeket veszel. Kelljem a belosz, fogjad itt a zsibad a kezem. Hát, és mi bajotok van? Fáradt vagy? Addig ott fekszem, még kész nem lesz az agyot, amíg eredögnek. Engedjük le be. Hogy beszélsz velem, Bél? Rendesen, mert ma tiszta ideg vagyok tőled. És hogy beszélsz velem? Agyat hozta ideje, kirakót hozta ideje. Milyen kirakó? Hát gyere, akkor rakjad össze. Nem nagyon tetszett nekem az, hogy lefeküdt, ott hagyott minket a legnagyobb szerelés közepén, lavaj Beával, de Bea legalább átlátta, hogy merre van a csavarok. Gyere! No, minden vártad a kezedet. Legalább az anya csavarokot húzgatom. Anya csavarokot, hát én művész vagyok. Művész? Ti ezt nem tudtátok, hogy én egy művész vagyok? Művész vagy, te voltál régen. Mám, tudod, mi vagy Győző? Mi? Mit mondjam neked? No. A Bea nélkül te semmi. Én van, egy bitangot. Mi vagyok én? Bea nélkül te semmi nem vagy. Nem is leszél? A jó asszony te, nulla. De, te megsütött. Egy ilyen nagy nulla vagy. Mi vagyok én, Csajé? Jó van, Bea. Nagy nulla vagy, Bea nélkül. Igen? Az vagy te, de az az. De jó, hogy te nem vagy nulla. Ez olyan a rakli, ezt leveszitek, Győző? Így rá kell húzni. Nem kell, mám, most lehúzza itt van a rakli, jött a rakli. Lehúzzatok! De húzzuk ma arra a Zsolti! De Zsolti, gyere ma! Ahogy szerelted össze, gyere csak! Mi van? A dikma! A szocival! Így kell hagyni! Hát ez nem jó! Hát ez nem jó! Az anyag! Az apa! Hát ez nem jó! Hát így jó lesz-e? De van! Ha jó adtok! Úgy veszik lehetem, de... Vagy egy olyan focit, de ez... De várom már, én azt mondom! Hát ez így van! Aha, akkor... Le a Zsolti! Eltörted az a... Eltörted! Ijjjj! Ne ma! Most már most fejezed be! Semmi baj! Ijjjj, letörte nekem a diszkatról, hogy a szíve! Mennyi mondja magad neki? Hát megmondom őszintén, a vége fele az jutott az eszembe, hogy inkább ráugrok, hogy a rakli ezen ma ne érezze jó magad. Inkább tegyük ki az útat, dobjuk ki a kukába, de ezen a raklin nem fog hemperegni. Na jó, én mentem, testvérem, ennek semmi baja. Ilyet elviszem meg, Bea, tedd be a taskatba, megy ez a kabátodat, mert megy a buszom. Gödölön úgy is hat kell számunk. Mentünk, Győzöm. Csókollak. Ne gyerekek, nem talán igaz, lesz jövő hét kedden, Rakki. Gyerünk. Elég úgy, gyerünk be. Ne állj a mara cipővel az éma, ha ma ne áragudja ma meg a bíró. Szervusz! Gyerünk! Szia! Viszontlátást, elég volt a napot, testvérem! Szia! A kis parlóra, hazaviszem Nikolasznak! Hát így hagytok! Jöjjön, ezt meg elviszem Nikolasznak! Azt csinálszam, hogy így hagytok itt a szemünkbe, a Bea, Zsolti! Hát gyertek már vissza!